Na jó reggel, gyerekek, mi a helyzet? Kicsit már korábban felkeltem, nem ilyen későn, 9 órakor van fel volt. Na, hol van? Discord. Van egy kis probléma a telefonommal, az eshetesről streamelek most. Szevasz, ágyettek, mi a helyzet? Mikor megosztom az élőadást, itt a szia, a telefonról, akkor nem osztódik meg. Valamiért egy másik telefonról kell menjek. Bemegyek a Discordba. Milyen jó, hogy ágyettek, beállítottad ezt nekünk, hogy a Discordon kapjunk értesítést. Itt van a linket, kopipasztázom. Hivatkozás másolása magyarul. Akkor átlépek Facebookra, és ott megosztom. Valami glitch lehet az app-el, vagy mit tudom én. Paszta. Live. Megy most. Okay. Gyuzsi nővérkém, szia, 007-es, milyen helyzet? Sok helyzet van, gyerekek. Errefelé felétek. Majd most szoktad újra a telefont. Azt hiszem én is azt kell csinálni, mert ezen még mindig nincsen 4G ezen a telefonon, képzeljétek el, szörnyű. A telefonkártyám az orange-os át van téve a régibe az S7-esbe, és arról telefonálok, és megosztom hotspotnak az internetet, úgy csatlakozok rá. Nincs lelki erőm, hogy faktúri részletet csináljak, és át kéne álljak egy semleges firmware-re, már Verizon-on vagyok, ugye amerikai. És az egyik update rontottál a 11-es, azt hiszem most a 12-es, 13-oson vagyunk. De nincs lelki erőm, megcsináljam. Nem bízok a backup a restore-ba, hogy visszahoz mindent úgy, ahogy volt. Dona Arcsi, szia. Trader Joe, szia. Mosolya Imre, hello, Bálint hajnal. Bálint hajnal, Call of Duty mobilte. Játszottál le. Letöltöttem múltkor a telefonomra, és valahogy meg szeretném próbálni streamelni a Trovóra. Most akarom kipróbálni itt az S10-esen. Ki is nyitom mindjárt a Streamlabs OBS appet. Mert jelenleg tudtam, hogy csak az az egy appen keresztül lehet streamelni játékot. Ugye a Trovóra már streameltem, a Streamlabs-en keresztül működik a telefonról, de még nem streameltem játékot. De most kipróbáljuk. Akkor aztán szeretnék játszani Call of Duty-t. Múltkor játszottunk Luke-kal és egy haverjával a laptopon, és tetszett, úgyhogy szeretnék a telefonon is játszani. Daniel Albert, 27 éves vagyok, Gödöllői, eddig majdnem minden videót láttam, és drukkolok neked, csak így tovább, köszi testvér. Efróbert, jó reggelt, Roberto, köszi neked is. Itt a tetszik ez a szoba, jó ez a domináns fehér. Hát a barátnőmnek nagyon jó a design érzéke van. Egyelőre egyebet nem mutogatok most a lakásba, de majd, hogyha ő úgy gondolja, akkor majd még mutogatunk ezt. Ez nagyon szép lakása van. James Bond, itt sok minden megy a melóvezérre. Na jó, van akkor. Akkor nem ölte meg a gazdaságot a vírus teljesen felétek. Attila Bakos, hogy áll a faluban a Covid? Nálunk jól áll. Én nem találkoztam még senkivel, aki Covidos lenne. Na de amúgy az országban egyre több
A fertőzés, azt mondják, nem tudom, a hírekre nem nagyon volt idő mostanában foglalkozni, annyi dolgunk van, meg egyéb helyzet. V. Attila, how you doing? Felkeltél-e, V. Attila? Mikor indulunk Tóliára? Várjuk már meg, mit 11-kor azt mondta Max Elektronikus Zsombi, hogy megjön ez a kábel, és azt már vegyük fel, és vegyük meg a pléjeket, ami kell a gipszkarton alá a keretnek, és akkor csapjuk ki. Egy kicsit lágozok, és aztán jövök haza, és indulhatunk. Anyukám, pálinkás, jó reggelt mindenkinek. Ki tud reggelre pálinkát inni, mondd meg. Ez egy mocsok székely szokás. Luk, reggelt neked is. Játszottál te mobilról Call of Duty-t, Luk? Itt a teljes ágyba vagy még? Aj, de nekem 45 perc volt az egész. Valamint hajnal nem játszok mobilon, nagyon nem áll kézre. Majd a gépen alkotódás elvileg képes látni a telefont. Ez a Dexel? Vagy nem azt mondod? Vagy a jó phone app-el, az izével, a Windows-zal. Ágy, ez mint Game Capture. Ez mi az egy app? Barnes Miklós, szia Robi, állok a pirosnál. Telefon a bordon tartó, most látom live-olsz. Szóval pont jókor. Te a szomszéd vagy a Miklós Barnes? James Bond egyedül vagy? Most igen. Csillá kellett ugorjon, dolga volt. Majd ez vagy valami capture dolognak. Luke, egy gaming estet mikor szervezünk? Fú, hát egy kicsit sűrű a programom manapság. És augusztusban csillagjon 3 hét szabadságra. Úgyhogy akkor egy kicsit lehet el fogunk tűnni. Hát lesz attól like meg videó, de így gaming estek nem nagyon. Meg ugye itt van még V. Attila Tórián, nyomjuk a melót. És lássátok, hogy nagyon nincs időm videót sem megvágni és feltölteni, egy csomó össze van gyűlve, és kéne vágjam és feltöltsem, de nincsen időm. Ja, úgyhogy nem tudom, Luke, nem ígérem. Szeptembertől fog visszaállni egy kicsit rutinban, normális kerékvágásból a dolog. Még csak most lesz augusztus elején. 6 hónapja, hogy itthon vagyok, és annyi minden történt. Ugye, nagyon rendszertelen az életem az utóbbi hónapokban, ami ugye nem újdonság, mert az elmúlt 15 évben is elég rendszertelen volt. De most, hogy van barátnőm, egy kicsit azért kell rendszerezzük a dolgokat. Na, de azért szeretnék gamingelni, játszódni és streamelni rendszeresebben, Luke. Csak mondom, próbálom találni meg a rendszert az életembe, de még nem sikerült. Csilla segít majd, mert ő jó összeszedett, meg pontos. Tamás Levente, hány éves vagyok? 28. Körülbelül 78-ban születtem, számolt ki.
Bom, munka van, csak a pénzcsapok csappantak meg. Jaj, na is mondja testvér a pénzcsapokot, mert az építkezés úgy viszi a pénzt, hogy hihetetlen. És jönni kevés jön nálam, és úgyhogy pénz ez a legkevesebb, tudjátok. Ágnes Bíró. Szia, Barni, fia vagyok, Tóriáról Zoltán. Szia, Zolika, mi a helyzet? Pont, hallom, ott a hivatalos betegszámok állítólag eléggé elszálltak. Ja, elmentek. Attila már 8 óra. 8 óta várom az indulást. Á, nekem muszáj, most kártéfejte is biztos. Bálint sütőtök, illetve a péntek délután nekem jó lenne játékra. Csütörtök vagy péntek délután. Egyik jó lesz a kettő közül nekem, de még nem tudom, hogy melyik, mert Csillával programot szervezünk valamelyik napra. Ma nem jó, mert megyünk Tóriára, és este anyunknak névnapja van. Boldog névnapot, Magdi mama. És Csilla szervez valami programot a csütörtökre, péntekre. Na, de meglássuk. Zoli Varga, szia. Bond. Szerbiában érdekes módon, ha összeadjuk a körzeti fertőzött számokat, egész más adat jön ki, mint az összesített országos adat. Van egy légyeszobáló. Mennyi? Ja, hát nem lehet megbízni ezekbe a kormány által összeállított számadatokba. Virágillatos szép nap a McDonald's-nak. Nem, oké, jó napot neked is, Ferenc buborék. Jó reggelt, Magdinek, boldog névnapot. Hát, de majd ránézek neked, hogyan csinálják a mobil rögzítést OBS-be. Mert megpróbáljuk itt mi a Pitta, pedig várjuk a videókat, a hátról, meg a lábokat. Ja, de olyan nehéz gyerekek, mert nem lehet egyszerre dolgozni és videózni, lábozni. Nagyon nehéz, nagyon-nagyon. Meg sokszor ugye ott vannak emberek, akik segítnek meg. Nem mindenki szeretne ugye benne lenni a videóba vagy a lágokba, úgyhogy egy kicsit gondba vagyok ezzel. Oké, hát akkor majd jelenkezz, így jó van. Gábor, szia. De jó, mert nem unatkozol otthon. Hát unatkozás az nincsen, gyerekek. Majdnem minden hétvégén valahová kiruccanunk, bálványos vagy kommandó vagy ide-oda. És mondom, 3 hét szabadság augusztus 7-30, és akkor kicsit még el fogunk mászkálni ide-oda. Határon belül csak ugye, mert úgy volt, hogy jövünk Magyarországra, de most a vírus miatt megint nem lehet menni. László Csaba, csipázom a videóit, ott legyen. Köszi, lesz. Attila Bakos, a Covid mentesség titka a mindennap reggeli fertőtlenítés házi pálinkával. Meg is halnék, gyerekek, hogy lehet reggelre pálinkát inni. Itt a melóról live-ot, egy videót elég lenne, hogy csak egy kis melót is láthatnánk. Jaj. Jó, na hát próbálok valamit, de mondom. Főleg most az elején a mocskolkodással, az izével, most betonoztuk a padlót, még meg kell vágjam a videó fejtőt sem. Hát hogy el? Mondjátok meg, hogy filmezzem a betonozást. Beteszem a telefonomot, a beton talicskával ott taszítsuk be, ha belétalál esni a betonba a telefonom, rosszul leszek egyből. Úgyhogy kicsit nehéz ezt megoldani. De miután megvannak a nagyobb munkálatok, most megvan a betonozás, Attilával állunk most neki beúzni a V. Attilával a
villanyhálózatot, és utána lesz a tető újracsinálása. Ezek a nagyobb munkálatok. Utána a belső munkálatokról ígérem, hogy lesz sok, sok videó meg live. De most nem ígérem még egy néhány hétig. Aj, de na meg van ilyen rendszer. Lesz neked a tanyám wifi plusz biztonsági kamera szett. Milyen rendszer lesz? Hát még nem tudom, hogy milyen lesz, de jó, lesznek kamerák, mindenképp lesznek. Egyéb biztonsági rendszerről még nem gondolkoztam, de kamerák lesznek. Bedli, szia! Marian bácsi, jó reggelt! László Csaba, ennek örülök, hogy van segítség. Ja, van, és még nézők is felajánlottak, még hogy jönnek segíteni, Szentgyörgyők, Anyó Tibiék, meg még kaptam üzenetet honnan is, valahonnan a Csík környékéről, hogy jön valaki egy haverjával, hogyha kell. Úgyhogy majd a, szerintem a tetőjavításnál lesz. Akkor lesz jó, még néhány segítség. Beti, nem tudsz aludni? Nem, hogy az asszony. Attila Bakos, Amerikában volt live a betonozásról. Hát igen, a laptop kint le volt téve a banánfa tövibe. De hát az más volt, mert kint a tornácot betonoztuk. Ott lehetett látni, de itt bent a szobákba. Meg én nyomtam a talicskát, ezért hát dolgoztam, én nem úgy volt itt a betonozás, hogy mások dolgoznak, és én nézem, és kamerázok, tudod. Ha még úgy lenne, akkor tudnék lábot csinálni. FX pedig érdekes lenne egy-egy munkálkodó timelapse. Ja, lesz, csak mondom, nem az elején, nem csak munkákról, a falbontás, homok kiordás, betonozás, mikor olyan nagy dzsúva van. Hát egy Ubiquiti Amplify termékcsalád. 2500 lej. Ez mire jó? Elég drága, akármi legyen az. Wireless router, Ubiquiti Amplify 650 lej. Mesh Wi-Fi. Nem tudom, majd de ezek a dolgok. Túl sokat nem akarok költeni azért. Ja, yeah, ez extender, ja, yeah, oké. Okay. Range extender. Inkább kábel leródom meg az extendert, nem akarok, ez túl sok pénz, ajde, nem akarok ilyen sokat küldeni. Valamint van, hogy Instagramra esetleg mehetne pár fotó, ha videóra nincs most idő. Ahol lesz, az is, ja. A Facebookra szoktam kirakni képeket. Kamu TV, szia Robi, úgy látom megint szállásom vagy, igen. Ágy, de ebbe az arra minden bele lett kalkulálva, wifi az egész tanyám. Na úgy még esetleg megírni. Csak most túl korai, tehát most nem fér bele a budgetbe. Jövőbe.
ما تتمت كليلة كده إذا ما تتشيلها. Nagyon kezdett kúrogni a gyomrom. Csillagom, csillagom. Nem vagyok, de hogy vagyok. Jaj! Attila, addig alszol egyet, amíg odaész. Jó, van egy kicsit lusta, akkor csak aztán jövök. Ágya, azt mondja, hogy a V. Attila ne lusta, akkor. Ágya, sikerült belekalkulálni. Extender, kábel plusz kamera set. A kamera is van benne? Jó, hát ha most nem is fér bele, de majd a jövő évi budgetbe szerintem tavasszal majd, mert nincs annyi pénzem az idén, hogy befejezzem az egész házfelújítást. Barnes Miklós gondolkodta, hogy hogy oldod meg a vigyilóba a fűtést. A hétvégi házunkban azon gondolkozunk, hogy kandalló lesz, ami pufferes és egy vagy két fűtőtesttel simán kifűteni, mit szólsz ehhez? Ja, egy nem jó, nem rossz ötlet egy nyaralóba. Viszont itt én Tóriára úgy szeretném megoldani, hogy ne a házban ne legyen semmiféle se kémény, se kandalló, semmiféle csak fűtőtestek, radiátorok. Hátul a ház háta mögött lesz egy 2 méter széles lefedés egy másodlagos tetővel, és az a rész ott lesz hátul egy kazánház, ott lesz egy fás kazán központi fűtésnek, és akkor csak befúrunk minden szobába, bevisszük a csövet. Ott lehet még mellette puffer tartal, és azt mindenki ajánlja. És akkor fával lesz a fűtés egyelőre. Gáz van a faluban, de nálunk még nincsen. Bár most jött egy törvény, azért nincs, mert drága lenne beszereltetni, és nem csatlakozott elég ember a környékünkön. Viszont most jött egy törvény, hogy a gázszolgáltató kell állja a beszerelési költséget, úgyhogy szerintem most be fogják hamarosan hozni oda is a gázat. Úgyhogy lehet a fűtéssel még kivárok, nem szerelem be az idén, csak majd jövőbe, hogy láma lesz a gáz. És ja, mondjuk egyelőre fával jobb lenne tüzelni, mert olcsóbb, ugye ott van 10 fa összevágva, és még lesznek régi fák, amit ja, ki fogok vágni, felújítani a... régi fákot le kell vágni a gyümölcsösből, új fákot ültetni, új csemetéket. Úgyhogy egyelőre szerintem egy néhány évig fával jobban megéri nekünk fűteni. Na de nem akarok mocskókodni bent a házba fával, behordani, füstölni, kormozni. Legyen hátul a ház háta mögött, úgyis körbe tornáz lesz a ház körül, és egy része be lesz falazva, ahol a kazánház lesz, meg mellette a száraz falba be lesz rakva, és máshol pedig nagy részt üveges lesz. Akkor szépen kényelmesen kisétál, az tető lesz körbe, ugye másodlagos tető 2 méter szélesen. És én így képzelem el. Egy nyaralóba hétvégi házpód, a kandaló, meg ilyen olyan, az jó. Egy kájhánk.
Amikor azt mondja, nagyon jó nézel ki ma reggel is, Robert. Én köszönöm, Monika. Egyre kisimultabb vagyok, meg fiatalosabbá. Ágnes Biru Zoltán kérdezi, mikor lesz még motoros videó. Hát hamarosan lesz, mert Csilla jön szabadságra, augusztus 7-én 3 hét szabadságra. Egy hétre megyünk fel kommandóra, Dubával, és visszük az XR400-ast a motort. És tervezzük, hogy menjünk fel a lakócára motorról. Nem tudom, fel lehet-e, azt mondják, fel lehet, mert van, aki terepjáróval is felment. Csilla mondta, hogy barátjai mentek fel terepjáróval. Mert fel akarunk ketten menni az XR400-assal a lakócához, meg ide-oda kommandónak motorozni körbe, fel a GoPro-t a fejre. Motorozni körbe, ott a gyönyörű hegyeken kommandó. Ki nem tudná, a Kovászna mellett van kommandó, egy kis község ott fenn a hegyen. És van a csilláiknak egy hétvégi házuk. Úgyhogy a legközelebbi motorozás valószínűleg ott lesz. Az fasza lesz. Ah, de napenergia plusz villanyfűtés. Igen, hát ez lenne majd a hosszú távú cél. A napelemek ugye egyre olcsóbbak. Ja, úgyhogy az lesz a fasz, amikor még olcsóbb lesz a napelem. Ezért is akarom a tetőt úgy alakítani, hogy az első felére lehessen napelemet szerelni. És a ja, elektromos fűtés, napelemmel ingyen fűtés. Még itt kell a villanyszolgáltatóval konzultáljak, hogy van-e netméteres rendszer, hogy visszatermelje a rendszerbe. Állítólag van. Ja, ki mondta? Ja, igen, itt egy villanyos szaki, papa Arpi bátyom, akivel a minap konzultáltunk, kint volt a tanyán. De azt ő mondta, hogy van itt is ilyen netméteres rendszer, amilyen Floridában is volt. Valint holnod, infrapanelek is jók. Igen, azon is tűnődtem, és nem is olyan drágák. Úgyhogy lehet egyelőre csak elektromos marad a fűtés. Meg elektromos fűtőszálon még mindig tűnődök, hogy a padlóra tegyünk azt. Az ugye nem oldaná meg az egész ház fűtését, de lefasza lenne padlóba egy kis villanyfűtés. Na, de Adox villanyradiátor jó fajta. Attila Bakos, Magyarországon is ingyenes a gáz, csónk. Csak 2 éven belül fogyasztó kell, hogy légy, mert ha nem, kb. 500 ezeret vissza kell fizetni. Ja, szerintem Tórián is sokan használnak. Kell a szomszédokkal majd beszéljek, hogy lám hallottak erről az izéről, új törvényről. Szerintem sokan bekötnék, hogyha ha csak még főzésre is, ugye a nyáron nem akar tüzelni falunk se az ember, hogyha van gáz főzéshez, ne kéne palackokat venni, meg cserélgetni, amit volt fogy ki. Amit kézdin a családi házba gázzal fűtünk mi már évek után. Rég gázzal fűtöttünk, aztán átálltunk fára, míg Amerikában voltam a család átállt fára. Már olcsóbb volt, de az elmúlt pár évben visszaálltak most. Visszaálltunk gázra. Dézsi 505, szia. Vittacska, napelem drága és max. 5 év is cserénet nekem. Van a család, hogy illenszerű neki, sincs meg drága a csere. Hát de 20 év garancia, 20-25 év garancia van, átartnak annyit a napelemek. Tehát egyre olcsóbb lesz. Hát egy Robi sikeresen bogarat ültetté a fülembe, most napokban elkezdtem nézni a hargitán a telkeket, és lehet, hogy veszek. Hargitán telket állt, szomszédok leszünk, vagy egy hétvégi háznak. Adax.hu árlista. Majd lehet a gázfűtés a legolcsóbb. Hát igen, hogyha be tudjuk kötetni a gázat. De a fa a legolcsóbb, hát a fa most ingyen van, tehát annyi fán van, hogy
Évekig tudnék ingyen fűteni fából, annál olcsóbb nem lehet semmi, mint az ingyen fa, amit a kertből kitermeltünk, hogy ott van 10 ülfa, és következő években az öreg gyümölcsfákat levágjuk, újat ültetünk helyettük, még lesz 10-20 ülfa, úgyhogy szerintem 5-6 évig, lehet 10 évig is nem nagyon kéne fára kültsek. Jó. Aki a bakus Magyarországon a tűzifát már aranyáron mérik. Ja, de itt falunk még azért jutalmas, meg innen-onnan kerül még fa, tudjátok. És még, hogyha falunk vagy például Tórján, akkor viszonylag olcsón lehet, ha városon vagy, már a kézdin se nagyon éri meg, hogy behozatni a fát, ugye faluról, erdőről, meg akkor fel kell vágni, méterbe megszárítani, akkor aztán feldarabolni, aztán berakni, tehát sok a munka a fával, sok a mocskolkodás, meg nem, most már nem sokkal olcsóbb a fa, mint a gáz, itt felénk legalábbis. De viszont falun ugye, ahol van egy nagy tanyád, meg sok helyre falu, városban nehéz beállni, nagy kocsival nem lehet szűk helyekre bemenni, meg ja, mindenféle probléma van városon, de falun ott van a tanya, egy nagy kocsival oda behúznak, leütik, olcsóbb is falura kiszállítani. Egy falun még megéri fával tüzelni. De Magyarországon nincs olyan sok erdő, ugye, mint itt Erdélyben, úgyhogy megértem, hogy drága a fa. Pabzoli, a padlófűtés semmiképpen ne hagyd ki. Alá kell tekerni a csövet. Használod, ha nem, akkor nem. Később elektromos kazánnal is lehet fűteni a vizet. Padlóból jövő meleg mindennél többet ér. Hát nagy lehel is erre akkor rábeszélni mindenképp. Én elektromos fűtőszálat szeretnék tenni, nem akarom, hogy víz legyen a padlóba, a padló alatt, hogyha ne talán valami meghibásodik, ne kelljen fejtődni. De még ezen van egy kis idő tűnődni, mert egyelőre még végleges padló nem lesz rakva. Hát beöntöttük egy szerelőbetont, de van még 4 ujj, mehetünk felfelé 4 ujjnyit, úgyhogy ha akarjuk, még berakhassuk a padlófűtést. Csak félek a vizestől. Majd lehet neked más, csak kondenzációs kazánok a jók. Na, de home office-ba fogok kezdeni, és kell egy minimális ház. Nekem, amit fából szeretnék megépíteni majd. Na, oké. Dok 021. Üdv, USA Tura videók mikor várhatók? Lassan már egy éve húzódik. Déli álomokat nagyon várjuk. Hát szeptember előtt sokat nem tudok ígérni. Esetleg egyet vagy kettőt, ha meg tudok vágni addig, de nincs időm na most. Szeptembertől egy kicsit be fog állni a rutin, akkor a dolgok egy kicsit normalizálódnak, de addig mondom, vakáció lesz, szabadság, kirándulunk a barátnőmmel, meg mellettem addig megy a munka Tórján, ugye augusztus 7-ig, és augusztus 7-től 30-ig vakáció. Szeptember előtt nem nagyon tudok ígérni semmit, hát így hébe-hóba valami, mikor úgy van időm, akkor csinálok valamit, de rendszerességet nem nagyon tudok ígérni szeptember előtt. De jönnek majd, na, kis türelmet kérek. Ugye el akarsz tűnni a városból? Hát megértem, egyre többen el akarnak tűnni a városból. Én ma 2013-ban eltűntem a városból, ugye 6 évet tanyáztam Floridába, és most hazajöttem, még kézdiről is el akarok tűnni. Meg kézd és túl zsufót nekem. Tórja már nem, tehát én most már vidéken érzem jó magam. Jó, itt kézni, itt jól el vagyok, ugye családi házban otthon, meg itt csillánál, de túl nagy a forgalom, túl sok az autó, nem elég tiszta a levegő, tehát
Városi életet ma nem szeretem. Vidék gyerekek. Tanyosi élet az az igazi. Abzoli, a mostani technológia már nem a régi. Tuti biztosak az új csövek. Na hát akkor lehet, hogy még beletenni a vízcsöveket, és akkor azt majd bármivel lehet melegíteni a vizet, ugye, ha fás kazannal, ha gázzal, ha elektromos kazannal, és akkor a elektromos kazánnak az áramot adnák a napelemek. Nem tudom, milyenek ezek az elektromos kazánok, hallottam róluk, de nem tudom, hogy mennyire hatékonyak, meg mennyire drágák, meg sima áramról megéri-e, vagy hogy csak te termeled magadnak napelemmel, csak úgy éri meg. Vakapál gázfűtése annyira egyértelmű már. Érdemes körbejárni, hogy elektromos légkondis fűtés mire jön ki hosszú távon. Ja, de légkondi ide nem kell, tehát nem akarok olyan rendszert, hogy hűtés is legyen benne, mert itt nyáron is hűvös bent a faház. Úgyhogy légkondi nem kell, csak fűtés. Nagy lehet, ki kellene majd mennem, hogy beszéljünk, csak sosem jön össze. Jaj, gyere ki valamelyik percen, s adj egy pár tanácsot, mert fűtéstéren nagy a konfúzió. Nem tudom, hogy mit tegyek, és mindenki másra jár. Fogaz, elektromos, kondenzációs, ilyen-olyan gázosító, mit tudom én, nem értek hozzá, ki kell jöjjön egy szakis, megnézzes, ajánljon valamit. László Csaba, napelem Magyarországon félreteszik, és később visszaadják az áramot. Ja, tehát ez a netméteres rendszer, ami ja, termeled a szolgáltatónak, és aztán adnak izét, kreditet felhasználod, csak eladni nem jó nekik, mert keveset, egy harmad árat fizetnek általában. Veszed az áramot 50 bonét, egy kilowattórát, és tőled az áramszolgáltató, amit termelsz befelé a napelemekkel, megveszi 15 bonét, vagy ilyesmi. Ezt hallottam itt a környéken, így működik. Hogy eladni nem érdemes nekik, hanem lehet majd a számot küldte a e-mailen. Oké. Okay. Van. Átküldtem e-mailen a számomat lejje. Tényleg, a padlóütés nem egészséges. A lábaknak viszér, pór, stb. Én utána olvastam, és nem kavarja a pórt jobban a padlófűtéssel, ahogy olvastam. Ez nem hiszem probléma. Viszér, padlófűtés viszért tud okozni, azt nem hiszem. Utána kellene nézek.
Gábor Erdősdi, ha van padlófitt is, akkor kevesebb radiátor kell. Fluoreszcenáció, ha elektromos, akkor csak klíma. Ha padlófitt is, akkor csak vizes. Hát de a vizet nem melegítheti elektromos áram. Miért kell? Gyerekek, összekavartuk. Vokapa a légkondis hűtés azért jó, mert 1 kW energiából 3-4-5 kW hűtő teljesítményt állít elő. Elektromos kazán 1 kW-ból 1 kW hűtő teljesítményt állít elő. Nem kell hűteni vele, ha nem akarsz. Jó, akkor te a heatpumpokról beszélsz most, ugye? A hőszivattyús rendszerről. Hát igen, csak az drágább, mint a más rendszerek. Jó, de hosszú távon megtérül, ugye? Aurelius Visteres kandallót, amire lehet radiátort is csatlakoztatni. Egy helyben tüzelsz. Egy helyen tüzelsz, több helyen van meleg. Visteres kandallót. Csak nem akarok kandallót a házba. Mondom, nem akarok fát behordani és ott tüzelni. A házon kívül kell megoldani a kéményt is, meg a kazánt is. Mészáros Tamás, jól működik a bányagépek vízhűtéssel a ház fűtésére. Na látod, ez ilyesmin kell gondolkodni. Vízhűtés. A bányagépnek nem muszáj vízhűtés. Lehet erőltetett levegőkeringetésű. Ezt páran csináltak, már régebben a fórumokon olvastam. Lerakták a pincébe a bányagépeket, amit én is azt tervezem. És akkor csövön a bányagépektől összegyűjtötték a meleget, és egy vastag csövön felvezették a lakásba, és ott elosztották. Csak oda izékelnek ilyen daktok, ilyen csőrendszer a házba, és azt nem nagyon szeretnék olyan kiépíteni. Úgyhogy lehet jobb lenne akkor a vizes megoldás. Hát csak egy kicsit bonyolult a bányagépeknek vízhűtést építeni. Ja. Hát jó, ez fasza lenne. Akkor ősztől tavaszig, ugye itt már októbertől kell fűteni általában májusig, amikor júniusig. Tehát 8 hónapot majdnem lehet számolni, tehát kétharmadát az évnek lehetne ereszteni a bányagépeket, fűtenék a házat, és termelnék a kriptopénzt. Nagy lehely, mit szólsz? Ebbe tudsz-e segíteni? 10 bányagépet a pincébe, és felvezetni valahogy a hőt onnan, amit generálnak. Én mondjuk akkor a pincét nem tudom használni pityókon meg gyümölcs tárolásra, de majd ásunk még egy másik pincét. Ezen kell eltűnődni, gyerekek, ez tetszik, ez a dolog. Ezen már a fejemben volt egy ideje, hogy ha már megvannak a bányagépek fűtésnek belőni, a télen ki is tudnánk próbálni, most ősszel megcsinálnánk. Ágnes Bíró recseg. Ja, szokott probléma lenni a hanggal közben, a YouTube hibája. Dok 021 áramfogyasztást éves átlagban kell értelmezni. Nyáron termeled bele a hálózatba, a télen kiveszed. Az kettő különbségét, ha több a termelt, veszik meg tőled az említett töredék áron. Ja, hát így gondoltam én is el. Ha többet termelsz, akkor odaadod nekik, és akkor visszaadják, mert ja, eladni nem érdemes. Csak hogyha az év végén az egyenleg, hogyha ja, többet termeltél, de nem hiszem, hogy lesz többlet. Mégis a napelem csak kielégítés, kiegészítés lenne. Azért több áramot fogyasztasz. Most mennyi a déli felire a tetőnek lehet szerelni mondjuk 20 napelemet. Vegyük mekkorába, 250 wattosokkal, vegyük 300 wattosokkal mondjuk.
Az 3600-6000 kilovattos rendszert feldobsz a tetőre, az nem fedezi neked az éves áramfogyasztásodat, úgyhogy kiegészítés lenne csak. Osztottuk, szoroztuk, és a légkondi 20 év alatt csak fűtésre olcsóbban jött ki, mint egy kondenzációs kazánra való átállás. Legolcsóbbra egy sima, még akkor beszerelhető nyílt égésterű kazán jött ki. Nagy lehel a patófűtés, 70 cm keringeti a fűtőtestet, meg az egész házban Robi geometrikus fűtésről beszél. A geotermikus a főkör, oké. 70 cm, nem 70 métert akartál én. Dézsi napelem plusz puffer tartalja a víznek. Romi 4-et vagy 8-et. Gábor, célszerű házon kívül, ahogy a pincébe egy vegyes tüzelésű kazánt rakni, vagy padlófűtéssel, vagy radiátorokkal később tudod fejleszteni villanyra. Árértékben ez a legjobb megoldás. A házon kívül lesz a kazán, nem teszem a pincébe, de a ház háta mögött. A tornácon. Bakapál padlófűtés, nem tudom, okoz-e valamit nekünk, az van. És hát télen elég jó. Valószínűleg esetleg, de a magasság probléma megoldva. Nagy lehely, minden megoldható, Robi. Hát tudom, minden megoldható, csak ugye megéri-e beletenni a pénzt, időt, energiát, tehát ha valami túl bonyolult, akkor nem, általában nem szoktam vele foglalkozni. Betli, Magyarországon most adnak állami támogatást napelemekre. Utána kéne nézni, mi van Romániába, és ezután elektromos fűtésbe állítani. Ja, hát most a Covid után a gazdasági felépülésbe lehet, hogy lesz sok ilyen program, megújuló energia, napelem, stb. És ilyen támogatás elektromos autóra. Itt Romániában is vannak ilyen-olyan támogatások. Elektromos autóra elég sokat adnak, nem tudom, vagy 5000 eurót. Jövőbe kijön a Dacia Spring elektromos autó, ami olcsó lesz, meg 10 000 euró, 10 valami. És majdnem fel itt támogatta 5000 eurót, még abból levonsz. De nem tudom, napelemekre adnak, utána kell nézzünk. Vagy a Telek oldalába is lehet rakni a napelemeket. Ja, hát mondjuk ott a domboldalon még elférnek, az is déli oldal, de hú, de onnan behozni a izét, a kábelt, az kerülne sokba. A házig ott több mint 100 méter van. 150 méter legalább. Nagy lehel a padlófűtés, a port 70 cm-en keringeti. Fűtőtest meg az egész házban. Na hát ezt olvastam én is, hogy ezért nem gond a padlófűtés a porkeringetéssel. És az ágyad úgyis amúgy magasan van, tehát teszel 70 centire az ágyat, vagy egy kicsit fennebb. Magas ágyat teszel. És a viszérrel mi a helyzet? Itt a Betli, de nézd meg, kipályáznak. Csak a nagy vállalkozóknak jó. Ez is, ahol mi élünk, itt az oligarchák meg utakat is zárattak le, hogy ne porozzák a napelemet, vagy 20 hektár felvásároltak. A
kapál. Hosszú távon érdemes számolni, és ha fából egyszerűen olcsón jön ki, akkor az is bőven elég. Hát jó, hát egyelőre a fa olcsó, meg ott is van, ugye a sok fa tízül összevágva, meg a fa kertből egy csomó még ki fog kerülni. Csak ugye azon is tűnődök, hogy jó, most pár évig fával olcsóbb lenne, de mi lesz, ha bekötik az idén vagy jövőben a gázat, és mi lesz, hogyha nem szeretnék 2 évente átállni egyik rendszerről a másra, most veszek egy fás kazánt, 2 év múlva egy gázas kazánt, utána átállok elektromosra. Tehát egy kicsit úgy jövőbe látóan szeretnék előrelátóan tervezni. Na, tudom, nem mindig lehetséges, de nem olyan sürgős most nekem ez a dolog, mondom, ha az idén nem szerelünk fűtést a házba, akkor se gond. Szóval, ha saját zsebből meg tudod oldani, oké, de állami támogatás necces a halandó embereknek. Ja, én nem akarok nagyon nézni erre építeni állami támogatásra. Amúgy is nem szeretek ilyesmivel foglalkozni. De Gábor Erdősi vegyes tüzelési kazán. Ja, tudom, van olyan, amely fával és gázzal is működik. Szecskemesről fát hagy, szerintem annyira macera tud lenni. Hát én hagynám, tudom, hogy macera. Hagynám én szívesen, csak mondom, van egy csomó fa, ott van tízül fa. Most mit csinálok? Jó, esetleg eladhatnám a fát. De hát ugye gáz még nincsen, a villany az drága. Napelem nincsen. Egyelőre a fa lenne a leglogikusabb megoldás. De macerás, de nem lesz annyira macerás, mert mondom, kint lesz a kazánház a házon kívül. Hát a ház melletti tornác lefedésbe. Aurelius gáz, elektromos és hibrid kazánok vannak ilyenek is. De van-e olyan, hogy fa, gáz és elektromos, olyan már nincs 3 az 1-ben, ugye? Nagy lehet, ne add el 2 évi tüzelőt, ha nem akarom. Hogy kell hozzáadni a Streamlabs-be? Áj, de itt vagy még a screen recordot, hogyha akarok mobil játékot streamelni. Akkor utána néztem, de elfelejtettem a editor. Veszem az editorba. Nem. Itt kell hozzáadni plusz. Chatbox, nem akarok chatboxot. Nem az editorban, hol kellett? Screen record, való settingsbe. Streaming platform. Mindig meg kell megint Google-ezzel. De azt hiszem ott volt a Events Body Mode, LAN, Alert Profiles, Camera Enhance, csak ott lehet az editorba. Hozzá kellett valamit adni. Chatboxot nem lehet hozzáadni, miért? Fizetős. De nem chatboxot akarok. Mi nem tud a Streamlabs rendesen működni? Plusz. Elfelejtettem. De a játék közben kell képernyőrögzítést csinálni. Na, előbb el kell indítsam a játékot. Na, próbáljuk ki. Na, a Call of Duty mobilt elindítom. Hát a tüzelőfát nem akarom eladni. Ne, igazad van, az itt az biztonság, hogyha ott van a fa, bármi történik, nem fagy szétlen. És kaja a kertből a fa ott van. Majd, és akkor ki kell, hogy írja, hogy mit szeretné játék közben kell képernyő. Na de én akarom streamelni élőbe, tehát nem akarok képernyőrögzítést csinálni, hanem
akarom már a trovóra streamelni. Streamlabs OBS már be van lőve a mobilomon trovóra, azt már próbáltam, működik a streamelés. Mert csak akarok játékot is streamelni. És azt akarom kifigurálni. És a múltkor megnéztem egy videót a YouTube-on, hogy hogy kell, és elfelejtettem. Valahol hozzá kell adni a screen-t, hogy vetesse a screen-t. Csak nem találom az editorban, nem látok izé opciót. Hát de iPhone-nál így megy, és ott ki kell választani, mit szeretné. Oké, na hát indul a játék, lám, hogy mi lesz. Aurelius specifikus ablak, és ott kiválasztod a játékot. De melyik az a specifikus ablak? Az editorba specifikus ablakot adok hozzá. Nagylám. Most elindult a játék, vár csak vissza Streamlabs-be. Valamiért a Streamlabs most nem engedi, hogy hozzáadjak cuccokot. Lakat van itt rá téve. Azt hiszem, hogy csak a fizetős változó. Ne, nézzétek meg, így néz ki. Bemegyek az editorba. És kis piros lakat van. Piros lakat van, mikor a plusz ját megnyomom. Nem tudok hozzáadni semmit az editorba. Még meg kell a végén vegyem. És nincs más szoftver, csak ez a Streamlabs, ami mobil streaminget lehet csinálni. Á, de fizetni kell, és akkor perfekt a Streamlabs. Na hát, ezt látom én is. Vagy letörülni és letölteni egy régebbi verziót. Múltkor valaki, mikor lágoztunk, egy linket küldött egy régebbi verzióhoz. Egy régebbi Streamlabs mobil verzió, amit nem kell fizetni. Na hát, majd fizetsz, amikor csődbe megy a cég a tőzsdén. Hát akkor a szívás. Adlám, elindítok egy streamet. A trovón. Be tud-e valaki ugrani a trovóba, nézze meg, hogy megye. És akkor mit te... Adlám, mit tudok itt csinálni, kamera? Ez nem csinál semmit, ez csak megfordítsa a kamerát. Editor. Ja, nem lát. Nem lát csinálni semmit, gyerekek. Kamerát le tudom törülni, annyit tudok csinálni, hadd ha letörlöm a kamerát. Plusz. Úgy látszik, hogy csak egy dolgot lehet hozzáadni az ingyenes Streamlabs-be. Plusz chatbox, nem tudok chatboxot hozzáadni, csak a fizetős verzióba. Most letörültem a kamerát, most még az sincs. Meg vagyunk halva. Vége van, gyerekek, mindennek a Streamlabs. Ah, de most nagyon ráfügtem a tőzsére, jó kis vérnyomás gyógyszer. A Aurelius lesz, hogy alacsony a vérnyomásod, ah, de. Mit tőzsdél? Részvényeket? Vagy mit? Forex? Vagy mit csinálsz? Kriptó? Mit te beadó beszél? Ah, de még semmi offline, azt írja. Vagy a franc egyenek. Hát akkor ez megszivatott ez a Streamlabs. Le kell törüljem, és
feltegyek egy régebbi verziót. Honnan lehet letölteni régebbi verziót? Hát ez nem csak akkor, amikor megy le az értéke valaminek. Pedig le fog menni, ami felmegy, az le is szokott menni. Általában az így működik. Ah, csessze, meg letörültem a kamerát. Layer. Chatbox, nem kell chatbox, menjen innen. Plusz. Hogy tudom letörülni ezt a chatboxot? Letörültem, jó, megvan. Add the layer. Ah, megvan. Add screen. Jó. Hozzáadtam a screen-t. És hogy tudjuk ezt full screen-be tenni? Megy a trovon valami, aj, de valaki nem tudja megnézni. Na ez az, meg van osztva a képernyőm. Ja, csak sikerült. Csak az előbb nem találtam a léért. Hogy kell a léért hozzarakni. Ja, mindjárt 11 óra kell menjünk Attilával az üzletben, mert 11 körül jönnek meg a cuccok, amit meg kell vegyünk Tóriára. Villanyszereléshez valami kábeleknek fel kell még valami izéket vegyünk. Vas cuccokot. Mi megy a gipszkartonál? Miért nem megy a stream? Áh, de nem most már online vagy. Oké. És látszik a izé? Store. Miért akar a store-ba küldeni engem? Egy M4-es fegyvert megvetetett most velem. Jó van. 100 lejt, vagy 100 dollár. Én még ilyen tutorializé módban vagyok. Loadout. Weapons and attachments. Soldier operations skill. Akkor megy rendesen a stream most, ágyad? Érdekes, hogy csak 360p van csak ott. De meg tudod változtatni. Azt hiszem 720-ra át tudod rakni. Dávid, beton az alsó, nem lesz videó. De igen, csak meg össze kell vágjam. Most hogy tudom, a kamerát vissza kell rakjam most, hogy a kamerám is jelenjen meg itt. Jó, lépjek át a... Nem akarok quittelni. Mi mindez jön fél? Ez a one hand operation miatt. Nem akarok pittelni, csak át akarok váltani a Streamlabs-be. Vissza ide az editorba, a kamerát vissza akarom rakni. Editor. Plusz. Layer, add camera. 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 Kamera a picikébe akarom tenni. Hova tegyem? Teszem a jobb alsó sarokba. Haha, kiblokkolom a Streamlabs logót vele.
Nyomj vissza a játékba. Arra nem jelenik meg a kamera. Vagy csak én nem látom. Tap multiplayer. Tap start. Látszik-e ajdev? 360p a max. A szörnyű. Na jó. Megy a játék most. Elfelejtettem, hogy kell lőni. A kamerám látszik ki, ajdev. A mobilon az itt nehezebb, mint... Na jó van, de legalább működik, csak nem tudom, hogy mi van 300... 360. Miért nem menjen 720-ba? Nincsen kamera? De kell-e? Nem is kell, ugye? Adlám. Mindenki át a címet. Poor connection. Miért jöjj poor connection? Adlám, lehet meg kell a kamerát fordítsam, hogy felén. Felén legyen. Nem jut a kamerát. Kamerát most meg kell fordítsam. Na jó, most kéne látszódjon a kamera. Most váltsunk vissza ide. Megkeres szélező. Melyik az ellenség? Kamera nálam még nem látszik, itt valakinél látszik az én kamerám. Special Forces versus Guerrilla Squad 20-10. Jó van. Majd ez nincs kamera, vagyis csak a háttérben mutatja, a screen alatt van a kamera, ezért nem látszódik. Most látni lehet, de a játék kitakarja. Most mod only chat lett. Az mitől? Már akkor menjek vissza az editorba, és rakjam máshova a kamerát. Editor. A
screen kamera. Nem tudom, hogy lehet megcserélni a kettőt. A kamera van elül a layerekbe, és a screen a második helyen. Showing on stream, showing on preview. Most változott-e valami? Na, ugye most modon chat lett, csak én írok a chatre. Itt a nem a gameplay. Ha, level up. A level 2-sön vagyok, gyerekek. Az egyesül, apultam a kettősre. Ilyen kézigránát. Kaptam egy kézigránátot. Ó, Barbíró, szia! Simon Ghost Riley, join matches to increase Battle Pass XP and upgrade to Battle Pass to get rewards. Ugye nem tudok átugrani a trovóra, és megnézni, hogy nekem hogy működik. Nálam hogy működik az Androidon, az én csatornám. Valami fájjál van egy kicsit össze-vissza, de most a kamera látszik jó. Jó, menjünk vissza ide. Lassi, jó reggelt! Ádám, Mémet, csá! Szevasztok, gyerekek! Profil, mit lehet csinálni? Adtak kézigránátot. Mit adtak még? Mit tudom én. Loadout. Little equipment. Granát. Lassi, terveid szerint kávé mikorra lesz lakható tória? Hát az év végéig, az idén már lakható lesz. Nem lesz olyan teljesen kész, de az idén már lakható lesz ősz végére. A papíró, adok egy PUBG accountot, jobb, ha jössz laptopon tolni, ha unatkozol. Jó van, hát toljuk majd laptopon is. Csak ki akarom próbálni egy kicsit a mobil gaminget ezzel a Call of Duty-val.
M4-es fegyver. Az eredeti porszívó, szevasz. Baszi, és ebben az esetben parod is kiköltözik veled? Hát azt majd meglássuk, gyerekek, eldöntsük együtt. Hogy mikor, hol fogunk lakni. A partbíró az egy nagy szar, mobil gaming, a két szó összeférhetetlen. Hát ilyen laptopon jobban szeretem én is. Az eredeti porszívó, hova költözöl? Lemaradtam. Hát hol ide, hol oda? Előbb-utóbb valamilyen szinten egy tórián is fogok lakni, de az majd a jövő titka, hogy mennyit, mikor. Slide to check for more attachments. Tap to preview attachment. No. Optics slot. Erre M4-esre lehet tenni. Lézert. Laci, ha már így lehet kérdezni, most alapvetően mit fogsz csinálni? Tanyázol? IT szakmában fogsz mozogni? Is. Farmozás is lesz. Kis IT-zás is lesz. YouTube-ozás. Error. New user reward expired. Na hát. You are not high enough level for Battle Royale. Nem tudok Battle Royale csinálni, mert még túl kezdő vagyok. Noob vagyok. Hát hanyas level kell legyél. Hát akkor mit tudok csinálni, Team Up? Hát te hol van a laptopom? Le kellett volna. Legyen a laptopomat. Hamarabb megnézem azonnak. Kíváncsi vagyok, hogy fog kinézni a laptopon a streamelés, a kamera megjelenik-e. Lassi, és még valami hülye kérdés, de amióta évek óta nézem a videót, soha nem láttalak kivit tenni. Miért pont ez, azt nem? De néha ezek csak ritkán. Kivi, hogyha nincs jó megírva, akkor a nyelvet kezd vérezni tőle. De néha szoktam menni, szeretem a kivit.
Çok namayan şu ürün. Kripto zašles. A ja, hogy ne lenne. Viatillával most tervezik a háznak a villanyos rendszerét, és úgy lesz megcsinálva, hogy bármi gépeket lehessen tenni pincébe is, meg kint a műhelybe is. Úgyhogy egy kicsit vakációzunk augusztusban, szeptembertől nekiállunk. Arra már nagyobb munkálatok lemennek, a villanyszerelés, meg a tető újra javítása, kijavítása, kicserélése. Akkor lejár a nyár, és kicsit a rutin beállás, akkor nekiállunk kriptózni szeptembertől. Sok minden fog szeptembertől történni, gyerekek. Na jó, ez működik, úgy látom, pont nézem a trovon, most van kamera is. Hadd lám, hogy hang van-e, meg milyen minőségű a hang. Nincsen hang. Come on, say something. Nem, mert le van húzva. Halló? Nincs hangom a streamen. Látom, hogy mozog a szájam, tátogok. Másnap sincsen hang a Trovo streamen. Vagy nálam van abból. Van a gépnek hangja. Ágyad, neked sincsen. Ez mi itt van? Valamit hozzá kell adni. Be kell lépjünk a Streamlabs-be. Megint valamit állítgatni. Hol a csihányba vagyunk? Itt valami sipályán. Nem látok senkit sehol. De miért nincsen hang? Na, ennek lőttek mindig. Meg akadozik a Easy Stream is. Hallám, itt a Streamlabs-en hangbeállítások, mikrofont lehet mutolni, de nincsen mutolva. Hát nem tudom, hogy miért nincs hang. Hallám itt a Streamlabs-en hangbe mutolni, de nincsen mutolva. Oké. Jó van, most van hang. Nem tudom, hogy miért.
Nathan Chong. Most már van hang. We're taking the lead. Ó, sehol senki. Nem csak futok itt körbe, mint a bolond. Gyertek, tímeitek. Egyet meglőttem, hé. Én lőttem meg. Talán. Ja, jó van, ez működik, csak kell gyakoroljak már. Mert egy kicsit noob vagyok, nem kicsit nagyon. Opa. Mint te. Miért korászik mindenki ilyen gyorsan? Lassan menjetek, hogy tudjalak meglőni. Hol írja, hányat lőttem meg? Meglőttem meg valakit, vagy nem? Vezetünk 30-19-hez. Nip backup, meglőttek. Hogy lehet életet szerezni? Jó, na gyerekek, de most ott is van hang. Bob Szentendre hallottam, Romániába is bevezették a karantént. Igen. Laci, megéri bányászni több gép is, ami neked van, megérheti még. Hát nem nagyon, de... Mit tegyek, központi porciót? Ez minek? Na jó, mozduljunk meg valamár. Na, ennyit akartam, csak itt most, hogy teszteljük le, hogy működik-e a játék streamelés a telefonról, de szerencsére működik, be tudtam lőni a Streamlabs-et. Ah, meglőttek. Na jó, menjünk gyerekek, mert 12 kell, menjünk, felvegyük a cuccokat az üzletből. És
utána kell menjünk ki Tóriára, kicsit dolgozzunk. Kvét. Hát akkor csak megbocsátunk a Streamlabs-nek egyelőre, hogyha ez a dolog így működik. Játékot is lehet streamelni, meg mindent. Jó. Oké. Kapcsoljuk ki a laptopot. A központi porszívó már nem akkora dolog. Egy robot porszívó jobb megoldás. Ó, hát ilyen picike ház, hogy gyerekek, 70 négyzetméter. Minek központi porszívó? Az eredeti porszívó, azt mondja, én vagyok a legjobb. Ja. És Lajos, szia! Na, de akkor jó munkát marra majd. Köszi. Köszi. Na jó, gyerekek, akkor ennyi volt mára. El vagyok menve, pa, szép napot mindenkinek.